Tehát tisztelettel és szeretettel köszöntöm Székelykeresztúr lakóit, a székelykeresztúr.info-nak is az olvasóit. Sor került a rendes havi tanácsülésre, az első rendes havi tanácsülésére az újonnan megválasztott testületnek, július 7-én csütörtökön, és napirendre került 13 napirendi pont, amelyeket szeretnék az érdeklődők és a városlakók tudomására hozni. Az első napirend kapcsán egy fiatalfalvi területet elhatároztuk, hogy eladjuk egy háromáros területet annak a személynek, akinek a háza gyakorlatilag már évek óta rajta van. Ezt az önkormányzat elfogadta. Egy másik napirend kapcsán az önkormányzat tulajdonában lévő 13-áros területet adtuk bérbe, hosszú távú bérbe annak a cégnek, amely egy ilyen autójavító műhelyt üzemeltet és megvásárolta az épületet a felszámoló cégtől, a volt kükülőszövetkezet tulajdonából. A városnapokra készülődve sor került annak az eldöntésére is, hogy a 2016-os évben milyen díjakat fogunk az ünnepi önkormányzati ülésen, a városnapi rendezvényeinken belül kiosztani. Itt két díjról van szó, az idén két díjat javasoltunk kiosztásra, egy Pro Urbe díjat és az év vállalkozója díját. Ezeknek a neve nem titkos. Idős szombatfalvi József nyugdíjas lelkész úrnak javasoljuk a Pro Urbe díjat, illetve a város gazdasági fejlődéséért díjat Tibódi József vállalkozó úrnak javasoljuk. Ezt az önkormányzat mindkét személyt és mindkét díj odaítélését egyöntetően elfogadta, és természetesen az elkövetkezendőkben erre majd még ünnepélyesebben is fel fogunk készülni. A negyedik napirendi pont kapcsán egy zonális rendezési tervnek az elfogadásáról döntött az önkormányzat. Itt az Ady Endre utcából nyíló új utcarészről van szó, amelyben különböző fiatal családok már építkeznek, és ennek a területnek a rendezéséről van szó. Ezt kérték az ott lakók és a területtulajdonosok, és ezt el is fogadta az önkormányzat. Ugyancsak ehhez kapcsolódik ennek az utcának, amely az Ady Endre utcából nyílik menetirányba, befelé menetirányba jobb felőről, az út alatti területet az önkormányzatnak adományozták a tulajdonosok. Ez lehetőséget nyit majd arra, hogy az önkormányzat ott különböző közművekre kölcsön, és azoknak a családoknak, akik ott építkeznek, közművesítésben besegítsen, vagyis normális körülményeket biztosítson. Két napirendi pont volt, amely a hivatalban lévő munkahelyekkel kapcsolatos köztisztviselői állások és szerződéses munkaköröknek az átalakítása, promoválása, különböző munkaköröket betöltő kollégáink előreléptek régiség szerint és vizsga szerint, ami természetesen, hogy nem csak a beosztásokat, hanem egy kicsi a fizetésüket is módosítsa, illetve új munkahelyek, munkakörök kialakításáról is döntött az önkormányzat. Ugyancsak mivel alakuló ülés utáni első önkormányzati ülés a következő két napirend kapcsán, a 8-as és a 9-es napirend kapcsán gyakorlatilag felfrissítődtek a különböző tanügyi intézményekben tisztséget betöltő személyeknek a nevei, megújultak, illetve az újak is bejöttek, tehát a tanügyi intézményeknek az adminisztratív tanácsába az önkormányzat részéről kinevezett képviselők most kineveződtek, és a minőségbiztosítási rendszerben is az önkormányzat kötelezően delegál egy személyt minden tanügyi intézményhez, és ezek is nevesítődtek. A 10-es napi rendi pont kapcsán különböző technikai és gazdasági mutatói fogadódtak el a Dávid Ferenc utca felújítási tervének. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ott ugye egy rész elvégződött benne a Dávid Ferenc utcába, egy egysávos út az Ánél és Tömbházak felé az megépült, ezt most ki kellett vonni a létező tervekből, és mivel hogy a tervnek más neve volt, Ánél és Tömbházakot elérő útak és parkírozók, ez volt a régi neve a tervnek, most mivel hogy utca név is van már útják azt a részt, hogy Dávid Ferenc lakónegyed,
a tervben is ezt operáljuk, és a tervező is kicseréli, és természetesen az önkormányzat is így fogadta el az új névvel. Nevesítettük a hivatal főkönyvelőjét, hogy a felfüggesztett közüzemi cégünknek, tevékenységét felfüggesztett közüzemi cégünknek, az AKTL Kft.-nek a 3 éves időszakban, amíg felfüggesztés alatt van, vagy inaktív gyakorlatilag azokat a pénzügyi jelentéseket, amelyek törvény szerint kötelezőek negyedévenként, évente bizonyos határidőkre tegye le a különböző intézményekhez, és egy költségvetés módosításra is sor került a 12-es napirendi pont kapcsán azokra az összegekre, amelyekre nincs szükség egy megtervezett befektetésnél, megsporoltuk gyakorlatilag, átfordítsuk önkormányzati lakásoknak a nyílászáróinak a cseréjére, itt 11 ezer leérről van szó. Gyakorlatilag ezek voltak a fontosabb napirendi pontok, amelyek így most ismertetődtek a városlakókkal, az érdeklődőkkel. Megragadom az alkalmat arra is, hogy mindenkinek jó nyaralást kívánjak, akik nyaralni készülnek, van lehetőségük, és azt is elmondjam, hogy augusztus első hétvégén lesznek a Székelykeresztúri városnapok, kistérségi napok, ugyanúgy, ahogy más években, és ez a hónap arról is szól a mindennapi munkánk mellett, hogy készülünk a városnapokra, és mindenki úgy ossza be az ideit, akit érdekel, hogy szeretettel várunk mindenkit a Székelykeresztúri városnapokra is. Keresztúr.info-nak a lehetőséget.